Műsorunkban láthatják, nyitva a Tóalmási strand. A Tóalmási Szent András gyógyvizes strand tárt kapukkal várja a fürdőzőket. A gyógymedencék a hét minden napján, az úszómedence egyelőre a hétvégeken használható. Indul a túra szezon. A Tápió Naturpark az elmúlt években több túraútvonalat látott el túrajelzéssel. Így bátran indulhatnak el mostantól a túrázók. Az elkészült applikációban már minden térkép megtalálható. Úri testületi ülése. Február 27-én ülésezett a képviselőtestület Úriban. Adásunkban összefoglaljuk a történteket. 25 éves a tüzércsapat. A nagykátai hagyományőrző tüzércsapat negyedszázados fennállását ünnepelte. A március 1-én nyílt kiállítás a Nagykátai Városi Könyvtárban a hónap végéig látható. Köszöntöm Önöket, a Tápió Plusz magazin 11. évfolyamának 5. adását látják, Verucki József vagyok. Adásunkat egy nagyon jó hírrel kezdjük a kikapcsolódást szerető és a gyógyulásra váró emberek számára. A közösségi médiában már nagyon sokan látták a Tóalmási strand szolgáltatásait bemutató rövid összeállításunkat. A strandot sokan a nyárhoz kötik, viszont Tóalmás mostantól egész évben várja vendégeit. A strand a hozzá kapcsolódó gyógyászati résszel komplex szolgáltatást nyújt, amit mostantól igénybe vehetnek a látogatók. A belügyminisztérium támogatásával a kedvezményezett települések gazdaságélénkítő program keretében kapott támogatásból valósult meg a Tóalmási gyógyvizes strand felújítása és fejlesztése. A 260 millió forintból többek között egy 177 négyzetméteres téliesített, fűtött öltöző bővítése valósult meg, amelyben már mostantól gyógyászati kezelésekre is lehetőség van. Igen, régóta vágyunk arra, hogy az itt feltörő gyógyvizet kellemesen tudják használni, és nem csak fürdés céljára, hanem gyógyászati célra is a vendégeink. Éppen ezért az elmúlt évben a gazdaságélénkítő program keretében sikerült egy mini gyógyászati részt létrehoznunk, ahol az új öltöző felújításával kialakítottunk az épületben egy olyan épületrészt, ahol a balneológiát el tudjuk indítani. Jelenleg két medencével várják az ide érkezőket. Mit lehet ezekről a medencékről tudni?
Hát mindenféleképpen annyit, hogy kettő gyógyvízű medencénk van, ami gyógyászati célra alkalmas. Az ebben lévő gyógyvíz minősítve lett, tehát a mozgásszervi megbetegedések esetén kiválóan alkalmas különböző rehabilitációs gyógyulási célra. A nagy medencénk az jelenleg télen nem üzemel. A nagy medencének a hővesztesége olyan mértékű, hogy nem tudnánk azon a hőfokon tartani, ami kellemes lenne a fürdéshez. Éppen ezért úgy döntött a képviselőtestületünk, hogy pénteken és szombati napokon, tehát hétvégeken nagy medence is fel lesz engedve, és akkor tudják használni a vendégeink. Ez már most is így van? Tehát minden pénteken és szombaton a nagy fürdőzésre is lehetőség van itt Tolmáson? Igen, most arra való tekintettel, hogy jó idő van, jobb az idő. Úgy néz ki, hogy a tavasz az előbb itt van már, szinte jelenleg is itt van, és próbálkozunk vele, hogy a nagy medencét meddig tudjuk megfelelő hőfokon tartani. Tehát aki megkeres bennünket, múlt hét óta, tehát fogja használni, tudja majd használni a nagy medencénket is fürdés céljából, úszás céljából. Tél van, és bizonyára még azért nagyon-nagyon sokan nem tudják, persze a tolmásiak biztosan tudják, hogy nyitva van a strand, mekkora a látogatottsága? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy próbaidőszak részünkről. Ez évtől pontosan már mondhatom azt, hogy egész évben nyitva leszünk. Viszont hétközben, a téli időszakban kevés vendég van. Azt nem mondhatom, hogy nincs, tehát van vendég, de kevesebben vannak. A hétvégeken akkor a létszám, tehát valószínű akkor érnek jobban rá, akkor így a péntek, szombat, vasárnapi napokon többen látogatják a fürdőnket. És strandon vagyunk, amelynek ugye az a jelentősége, hogy nyáron ki lehet feküdni a napra, és megszáradunk akár már csak a levegőn is. Ilyenkor télen azért a megfázás veszélye nagyobb, ha bár nagyon meleg a víz. Éppen beledugtam az ujjamat, és nagyon jó hőmérsékletűnek érzem. De itt van ez az új épület. Nagy öltözőkkel, zuhanyzókkal, és tényleg én azt gondolom, hogy már így télen is lehet ezt az egész épületet, ezt az egész komplexumot használni. Igen, azzal, hogy sikerült egy fűtött öltözőrészt kialakítanunk, így a lehetősége is megvan annak, hogy a két gyógyvizes medencét télen is tudják a vendégeink használni. Nem nagy a távolság az öltözőig. Terveink között szerepel, hogy jó lenne egy fedett folyosó, de hát ez majd a pénzkérdés és a pályázati lehetőségek kérdése egyelőre. Viszont szeretnénk bővíteni ezt a tevékenységet azzal, hogy télen is megérje Tóalmásra jönni, amellett, hogy a gyógyvízű medencében fürödhetnek vendégeink. Kialakítottuk, mint már említettem, egy gyógyászati részt, és ebben a gyógyászati részben különböző gyógyászati tevékenységeket fognak végezni a munkatársaink. Többek között a víz alaki sugármasszázs, fizikoterápia, gyógytorna, gyógymasszázs, és április 1-től reméljük már a vízitorna is be tud indulni. Mindemellett plusz szolgáltatásokat is nyújtunk, ezek gyógyászaton kívüliek, különböző masszázs tevékenységek, gyermek gerinctorna. Ez már megalapozza majd nekünk a téli üzemben, hogy a kezelésekre eljövő vendégeink a gyógyászati részen kívül a medencéket is használják. Továbbá szintén a téli üzem miatt a képviselőtestületünk úgy döntött, hogy ebben az évben egy finn szaunát is fogunk telepíteni az öltöző közelében. Itt a munkálatok nagy valószínűséggel március végére készülnek el. Tehát tudjuk, hogy a szaunát télen szeretik inkább használni, de reméljük, hogy már ebben az évben is fogják tudni tavasszal is és télen is, meg hát aki szereti nyáron is a szaunát használni. Ez is egy következő bázis, ami megalapozza a téli időszakban is a fürdő vendégeinek létszámának növekedését. Hatalmas beruházás volt, illetve sok pénzt nyertek el, amiből azért sok mindent meg tudtak valósítani. Főleg én úgy emlékszem, hogy nem volt látható a gépészetnek a felújítása, de mint említettük, ez az új épület azért nagyon hiányzott Tolmásnak.
Igen, tehát nem mindegy, hogy az ide látogató vendég egy fabódéban öltözik-e, és egy olyan mosdóhelyiséget használ, ami elavult, vagy egy kulturált épületben megtalálja arra a lehetőséget, hogy a szekrény bérlésével az értéktárgyait, a ruházatát elzárja, biztonságban tudhatja, és mind a mellett megfelelő minőségű kulturált mosdóhelyiségek, zuhanyzási lehetőségek várják őket. Tehát erre nagyon nagy szükség volt. De azért nem csak maga az épület, hanem a strandfürdő esetében fontos volt a gépészeti résznek a kialakítása. Építettünk ezen beruházás keretében egy pancsoló medencét a kicsiknek, amelynek már sikerült a gépészetét homokszűrősre kialakítani. Ezzel az egész éves, jobban mondva kismedence esetében ugye idén jelleggel van nyitva, hiszen télen az nem üzemel, de a működését, a működtetését rentábilissá tenni, hiszen sokkal kevesebb költségbe kerül, mint a diatóma földes. A nagy medence tekintetében annyit sikerült elérni, hogy a kis pancsoló medence gépészetével együtt a nagy medence körül már a csövek lefektetése megtörtént, és azok elvitele a gépházig, mert szeretnénk a nagy medence esetében is egy következő pályázattal átalakítani a rendszert homokszűrősre, pont azért, hogy gazdaságosabb legyen az üzemeltetés. Ennek a lehetősége egy következő pályázat. Ezt a pályázatot többször említette már, ennyire bizakodó, hogy sikeres pályázaton lesznek majd ismét túl, és bővülhet itt a strand szolgáltatása? Hát legalább egy polgármester már bizakodó legyen. Én úgy gondolom, hogy a képviselőtestülettel közösen ebben a ciklusban is arra törekedtünk, hogy minden olyan pályázatot, amit célszerűtnek láttunk, és ami fontos volt a településnek, még akkor is, ha fontossági sorrendben lennének olyan feladatok, amik előre valóbbak lennének, de arra nem volt kiírva pályázat, így arra pályáztunk, amire lehetőségünk volt, és én úgy gondolom, hogy bizakodónak kell lenni. Tehát nagyon szeretnénk, ha ez a strand fejlődne. Ahhoz, hogy fejlődni tudjon, szükség volt a gyógyászatra, szükség volt a nagy medencében a wellness elemekre, és minden olyan felújításra, amit megvalósítottunk. Én úgy nevezem, hogy ez volt az első tégla, és reméljük, hogy a fejlesztést tudjuk folytatni, és lesz olyan pályázat, amin Tóalmás indulni tud. Éppen ezért most arra törekszünk, hogy mivel most már az engedélyek birtokában vagyunk, a gyógyászati résznél megkaptuk a működési engedélyt a népegészségügytől, magunk részéről a NEAK finanszírozásra a szerződést már aláírtuk és fölküldtük a NEAK-nak, és jelenleg van folyamatban a Tóalmási gyógyvizes strandnak a gyógyfürdő elnevezésének a megszerzése. Na most tudjuk, hogy ha megjelennek az új pályázatok, akkor ezek valószínűsíthető, hogy a gyógyfürdő esetében kedvezőbb elbírálásban részesülnek. És ehhez azért az engedélyeket is beszerezték már, legalábbis a gyógyászati résznél, most már rendelkezésre állnak, hogy tudom, az engedélyek is. Igen, az engedélyeket megkaptuk, a munkatársakat sikerült felvenni, így főállásban van egy gyógytornászunk, van egy gyógymasszőrünk, közreműködői szerződést kötöttünk egy reumatológussal, és szintén közreműködői szerződést kötöttünk két fizikoterapeutával, akik megkezdik a munkájukat, ahogy a NEAK-tól a szerződést visszaérkezik, és jöhetnek, várjuk szeretettel a kedves gyógyulni vágyó vendégeket. Most így hirtelen egyedül a súlyfürdő az, ami talán kimarad, de mind a mellett több lehetőség lenne még, de azt a 4-5 gyógyászati elemet úgy néz ki, hogy sikerül megvalósítani, és volt már olyan vendégünk is ebben az évben, aki kimondottan a gyógytorna miatt jött ide, mert máshol nem kapott a környékben. Úgyhogy bizakodóak vagyunk, szerintem minden olyan pályázatot be kell nyújtani, ahol egy kicsi remény van arra, hogy a település elnyeri. Több szobában különböző kezeléseket kaphatnak azok, akik ellátogatnak ide. Miket is?
Itt különböző kezelések vannak, ahogy elmondtad. Van gyógytorna, van masszázs, gyógymasszázsunk, valamint tangentorfürdünk, vagy más néven víz alatti sugármasszázs. Ez mind igénybe lehet itt most venni, valamint még a NEAK által finanszírozott lesz a kádfürdő is. Ez azt jelenti, hogy beutalóval is jöhetnek ide olyan emberek is, akik betegek és gyógyulni szeretnének? Bizony, igen, az orvos küldi őket és beutalja. Van egy része, amit ugye finanszíroznak, és van mindenhez egy kicsi önrész, amelyet meg kell fizetni, és akkor így tevődik össze ez a komplex kiskezelés. Különbözőek, ugye egyszerre 3-at vagy 4-et is igénybe lehet venni, vagy amennyit az orvos éppen fölír. Mennyire jellemző, hogy a környékről valóban most már az orvosok ide küldik a betegeket? Hát ugye van saját kezelő orvosunk is, és ő is küld ide, a nagykátai reumatológiáról. Ő látja el a mi felügyeletünket, valamint más szakorvos is kiírhat ide beteget. Hányan végzik most itt a gyógyítás folyamatát? A gyógyítás folyamatát itt most 3-an végezzük, pontosabban 4-en. A fizikoterápiás lányaink, ők váltásban végzik a kezeléseket, én vagyok itt a gyógytornász, valamint egy gyógymasszőrünk is van, aki mindig várja a betegeket. Itt vagyunk egy tornateremben. Mit lehet erről tudni, milyen feladatokat lehet itt elvégezni, vagy minden, ami a gyógytornához szükséges? Igen, egy nagyon szép és korszerű tornatermünk van, és nagyon jól be is van rendezve. Különböző eszközöket vásároltunk, melyek teljesen újak, úgyhogy tényleg mindenféle rehabilitációra készen vagyunk, és így várjuk a pácienseket. De szomszédban, most benéztem az imént, ott éppen egy masszázs folyik. Mennyire kellendő a masszázs, mennyire látogatják ezt az emberek? Hát ez igazából a leglátogatottabb jelenleg. Ugye hát azért ezt mindenki szereti. Nagyon jó, ugye relaxál, ellazít, és az izmainknak is nagyon jót tesz, úgyhogy jelenleg nagyon keresett a masszázsunk. Gyógyulni vágyók is használják a masszást. Mire jó az? Igen, igazából tényleg, ugye, mint mondtam, az orvos is fölírja, tehát ez a kezelés része igazából komplexen jó, hogyha a gyógytornával, ugye a többi kezeléssel együtt van, így a leghatásosabb, ez tényleg gyógyulási szempontból, de van, aki csak relaxáció szempontból veszi most igénybe. Gyakorlatilag az ország bármely részéről kaphatna valaki ide beutalót, ha szeretne? Akár igen. Tehát ugye az a lényeg, hogy ide szakorvos írja ki a beutalót, és ugye fölírja ezt a kezelést. Igazából ennek csak ennyi a kritériuma. Van-e különbség gyermek és felnőtt között? Inkább gondolom a felnőttek, vagy inkább az idősebb korosztály jár? Igazából mi mindenkinek biztosítjuk a lehetőséget. Vannak gyerekgerinc tornáink, melyek kifejezetten a 8 és 17 éves korosztályt célozzák meg. Ugye a többi kezelést az tényleg bármely korosztály, 99 pluszig igénybe veheti, úgyhogy tényleg mindenkinek biztosítjuk a lehetőséget a gyógyulásra, a pihenésre és a kezeléseket mindenki igénybe veheti. Nem beszéltünk arról, hogy milyen nyitvatartással hétvégén lehet eljönni, vagy csak hétköznap? A gyógyászati részleg az hétköznap igénybe vehető. 8-tól 4 óráig dolgozunk. Polgármester asszonytól megtudtuk, hogy most még csak hétvégén van feltöltve a Nagymedence, de hamarosan áprilistól már a Nagymedence végképp feltöltése kerül, tehát az egész szezon alatt várja majd az ide látogatókat, és úgy tudom, hogy itt is, ebben is lesznek foglalkozások. Igen, itt vizittornát fogunk majd csinálni a betegekkel, ha 8 órási nyitvatartással fog majd működni a strand. Ugye ez igénybe vehető lesz 2-szer egy nap ingyenesen is, mely szabad foglalkozás keretében a strand belépőt megfizetve bárki igénybe vehet, valamint ugye ezeket az orvosok is fölírhatják, és ugye ott csoportos tornák fognak folyni. Emellett ugye még a fizikoterápiával is fogunk itt majd foglalkozni, ugye azt is igénybe vehetik, emellé ugyanúgy a masszást és a gyógytornát is. A fizikoterápiát nagyon fontos még kiemellem, hogy egy nagyon korszerű gépünk van, melyen különböző fizikoterápiás kezeléseket tudunk elvégezni, és akár még 2 beteget is tudunk kezelni vele egyszerre. Én azt is tudom, hogy speciális háttornára is lehetőség van itt ebben a kis tornateremben. Bizony, gerinctornákat tartunk, külön ugye a gyerekeknek,
erre egy külön csoporttornát is létrehoztunk. Ugye a tartásjavítás az nagyon fontos, mivel hát korunk egyik legnagyobb gyerekeket érintő problémája az a gerincferdülés, és ugye a hanyagtartás. Erre ugye külön csoporttornánk lesz, mint elmondtam, valamint emellett még tornatermi gyógytornát is igénybe vehetnek. Ide tényleg bárki jöhet, akár műtét utáni rehabilitációra, akár reumatológiai, traumatológiai, vagy bármilyen sérülés után szeretné ezt igénybe venni. A masszást is ugyanígy fel lehet bontani, hát nem csak egy egyszerű masszásról van itt szó. Bizony, masszázsaink is többfélék vannak. Vannak aromaterápiás masszázsunk, talpmasszázsunk, fejmasszázsunk és teljes testmasszázsunk is van, úgyhogy ezek közül is válogathatnak a vendégeink. A Tápió Naturpark egyre több programmal várja a Tápióvidék lakosságát. A területen több túraútvonal várja a természetjárás kedvelőit, amelyhez nagy segítséget nyújthat a Tápió Naturpark applikációja. A most következő felvétel korábban készült, viszont nem veszítette el időszerűségét, ezért most ismét műsorra tűzzük. A Farmosi Madárvárta épületénél állunk, mert a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatóság fennhatósága alá tartozik, illetve a Kékbegy tanösvény kezdőpontja. A mögöttem látható épületet tavasszal adták át, mely a Farmosi Madárvártának egy új központja. Minden évben itt történik a madárgyűrűző tábor, illetve az egész nyáron tartó madárgyűrűzés, mely főként augusztus hónapra koncentrálódik. Augusztus hónapban reggel és este gyűrűznek madarokat a meleg miatt. Itt vagyunk a Farmosi békamentés egyik emblematikus helyszínén, a Farmosi Kékbegy tanösvényen. Minden tavasszal, amikor békákat mentünk, akkor ide hozzuk át a kétéltőeket. A békamentés azért szükséges, mert a 311-es út keresztül szeli az ő élőhelyüket, és a telelőhelyük az út túloldalán van, és át kell őket menteni erre az oldalra, ahol majd szaporodni tudnak. Jobb időben ezen a helyen víz is áll, most sajnos éppen nem. Itt vagyunk a fokozottan védett eleven szülőgyík élőhelyén. Nagyon szereti ezt az élőhelyet, ugyanis a hűvös, nedves, mikroklímájú élőhelyek kedvelője. Ezért található meg itt. A márciusi-áprilisi időszakban nagyon sokszor látjuk, ahogy napozik az elvágott nád szálakon. A 2019-ben kapta meg a Tápió Naturpark a Naturpark elismerést, melyet az Agrárminisztérium oklevéllel is elismert.
Mellettem látható egy fehér négyzet, már a zöld turista úthálózatnak az alapját képezi. Első körben egy fehér négyzetet festünk fel, ami 10x12 cm-es, majd belekerül egy zöld Z betű, melyet sablonnal viszünk fel. Fontos, hogy ezek a zöld út hálózat jelzések pontosak legyenek és egységesek, ezáltal kiválthatják a papír alapú térképet. A zöld út hálózat felfestésében helyi önkéntesek, civil szervezetek segítik munkánkat, valamint a Nemzeti Együttműködési Alapkezelő ZRT. A 2020-ban GPS segítségével felmértük a zöld út hálózatot, majd 2021-ben fel is festettük. 2021-ben jött egy olyan elgondolásunk, hogy szeretnénk egy túratervező applikációt létrehozni, mely a helyi lakosoknak, illetve az ide látogató turistáknak is segítségül szolgálhat a természet, illetve a helyi értékek megismeréséhez. Egy-egy túra egy település köré épül, vagy éppen egy természeti kincseken keresztül vonuló térséget mutat be. Jelenleg 44 ilyen túra útvonalunk található az applikációban. Applikációnk iOS és Androidos rendszerrel ellátott telefonokra is letölthető, az áruházakban Tápió Naturpark címmel található meg. Úriban február 27-én tartotta soron következő ülését a képviselőtestület. A következő percekben összefoglaljuk a történteket. Úriban február 27-én ülés az ETTA képviselőtestület, ahol a napi rendi pontok elfogadását követően Haraszt Imre polgármester beszámolt a két ülés közötti eseményekről. Események, rendezvények. Február 13-án és 14-én tüdőszűrés volt a községben. A 40 év felettiek 570-en vették igénybe a vizsgálatot, a 40 év alatti lakosság hozzávetőlegesen 20 fő volt. A fogászati alapellátás kisebb döccenőkkel indult el. A megvásárolt alapgépet át kellett nézetni, és kiderült, hogy apróbb javításokat kellett rajta elvégezni. Egyebek. A Magyar Közút forgalmi rend ellenőrzést végzett a településen, ennek keretében 6 tábla cseréjét, kihelyezését rendelt el. A Sport utcában elsőbbségadás kötelező tábla cseréje, a Tűzolt utcában a növényzet kivágása, a Mendei út csatlakozásában elsőbbségadás kötelező tábla cseréje, a Kossuth utcában elsőbbségadás kötelező tábla cseréje, az Arany János utcában elsőbbségadás kötelező tábla oszlopának egyenes beállítása és cseréje, az Úri 754 és 756/2-es helyrazi szám alatti ingatlanoknál elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezésére szólította fel az önkormányzatot. Pest vármegye közgyűlésének elnöke február 19-én a vármegye házán átadta az önkormányzatnak az önkormányzati feladatok ellátását segítő laptopot, melyet még az elmúlt év hasonló időszakában igényeltek meg. A Szondi és a Széchenyi utca patkázása megkezdődött. Eközben a Rózsika utca kátyúzása is megtörtént. Az óvoda kazánja elromlott, amelyhez szerelőt kellett hívni, a javítás megtörtént. A tornaterem záró ellenőrzésére február 29-én kerül sor.
A beszámolót követően a képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2023 évi költségvetés módosítását, 586.128.000 forint bevételi és kiadási összeggel, ebből felhalmozási célú kiadás 154.144.000 forint volt. A képviselőtestület elfogadta Úri község önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő határozatát. A képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2024 évi költségvetési rendeletét. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024 évi bevételi és kiadási főszegét 457.246.000 forintban állapította meg. A működési költségvetési kiadásokat összesen 440.406.000 forint, a felhalmozási kiadásokat 6.400.000 forintban, a beruházások összegét 4.900.000 forintban állapította meg. A civil szervezetek által pályázható keretösszeget 2 millió forintban határozta meg. Megtörtént a helyi önszervező közösségek pénzügyi támogatására kiírt pályázat kiírása. A pályázatok beadási határideje 2024. március 18-a. A képviselőtestület elfogadta a feladatellátó által nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez szükséges éves szolgáltatási tervet a közösségi szintérre tekintettel. A Szociális Gyermekjólét és Egészségügyi Alapellátás tagjai kérelemmel fordultak a testülethez, melyben kérték, hogy pszichológusi ellátás céljára biztosítsa 800.000 forint keretet. A testület meghallgatta a családsegítő szolgálat véleményét az ellátás szükségességéről, és úgy döntött, hogy biztosítja a forrást. A képviselőtestület döntött arról, hogy a képviselőket a munkaterv szerinti ülésen való részvétel alapján illeti meg a havi 50.000 forint, amelyet az önkormányzat részükre átutalással teljesít. A testület hosszan tárgyalta a temetőrendelet megalkotását. Úgy döntött, hogy áprilisi ülésén tér vissza a rendelet megalkotására. Szörfi Józsefné kérte, hogy a testület vegye fel a települési értékek közé az általa megjelentetett két könyvet. Az egyik az Úri község tradicionális népviselete, a másik az Életképek falunkról és lakóiról címmel jelent meg. A testület egyhangúan támogatta a kérést és felvette a két kiadványt a települési értékek közé. A képviselőtestület elfogadta az Úri napsugár óvoda és mini bölcsöde szervezeti és működési szabályzatát. Az egyház kérelmet nyújtott be a testülethez az 1848 hőseinek állított szobor felújítására. A képviselőtestület 500.000 forint támogatást nyújtott a felújításhoz. A testület döntött arról, hogy további 500.000 forint plusz áfa összeget biztosít a TST és a HÉSZ módosítás elkészítéséhez. És végezetül a testület módosította a 3/2023 római 131-es számú rendelet önköltségszámításra vonatkozó mellékleteit. A folytatásban Nagy Kátára látogatunk, ahol március 1-én a nagykátai tüzércsapat 25 éves évfordulója alkalmából egy kiállítással emlékeztek az eltelt negyed évszázadra. Tartsanak velünk!